Még nincs 17 éves, de már világ és Európa bajnok. Ő Hatfi Gréta, aki az előző szezon során Szikora Melinda sérülése után a magyar bajnokságban és egy emlékezetes hetes hárítással a Bajnokok Ligájában is bemutatkozhatott női kézilabda csapatunk kapujában. A tavalyi VB győzelem után pedig nemrég Montenegróból az Európa bajnokságról is aranyéremmel tért haza a korosztályos strand kézilabda válogatott tagjaként. Hát ez az idén nagyon jól kezdődött számomra. Tudnélik, amikor megtudtam, hogy harmadik számú lehetek a felnőtt csapatban, tehát az olyan mérhetetlen öröm volt számomra, nagyon, tényleg nagyon boldog voltam. Aztán motivált az egész év során, ugye sajnálatos dolog miatt kerülhettem a felnőtt csapatba, a felnőtt közegbe. Nyilván az elején még nagyon izgultam, tehát olyan emberek közt lettem, akik itt óriási példaképek, és néztem a tévéből, a pályaszéléről, tehát a lelátóról, drukkoltam nekik, és most velük edzettem, velük öltözhettem egy öltözőbe, ezek hatalmas és felfoghatatlan dolgok, és ott abban a pillanatban, amikor ez úgy kezdett tudatosulni, hogy tényleg ott lehetek velük, akkor eldöntöttem, hogy nekem ez a célom, és én tényleg ezt szeretném úgy az életben csinálni. De milyen helyet foglal el Gréti életében a strand kézilabda? Igazából az nekem mindig is a szívem csücske marad, ezt úgy gondolom ki tudom jelenteni. Hát nagyon büszke vagyok, és örülök, hogy úgy fejlődik ez a sportág, hogy 24-ben már olimpián is ott lehet, tehát azért lesz ennek jövője, és úgy gondolom már egyre komolyabb szinten lesz ez a sport is. És hát az elsődleges célom nyilván a teremkézilabda, de hát aztán nem tudom, mit hoz még a jövő. Ahogy azt nézőink is észrevehették, interjúnk helyszíne egy strandkézilabda pálya. Nem véletlenül, hiszen Grétit arra kértük, a gyakorlatban is vezessen be minket a sportág alapjaiba. No, hát itt vagyunk ismét a pályán, és akkor arra szeretnék kérni, hogy meséld el nekem, légy szíves, hogy miben is rejlik ez a strandkézilabda sport. Kezdjük mondjuk esetleg a labdával, mert ahogy itt elnézem, azért vannak különbségek a teremkézilabdában használatos labdához képest. Igen, itt egy gumilabdával játsszuk ezt a sportágat, de ezen kívül azért még vannak különbségek bőven. És akkor gondolom nem vaxoltok? nem, azt nehéz lenne azért, hogy nincs vax. És mik még az eltérések? Hát, rengeteg van. Ugye a körülmények, tehát azért itt nyilván homokon játsszuk, kisebb a pálya, mások a méretek, a csapatban nevezendő játékosok száma 10, tehát kevesebb az ember, egy pályán egyszerre 3+1 fő tartózkodik egy csapaton belül. Mások tehát a kezdés, a feldobással döntik el ugye ott. Hogy van például a pontozás? Hát ugye itt el lehet érni 1-es és 2-es gólokat. 2-es tud dobni a kapus. Ezen kívül ugye aki helyette jön be a pályára, a nyúl nevezető játékos is 2-es találatokat tud elérni, valamint kínaiból és pörgőből elért gólok is 2 pontot érnek, minden más esetben 1-es. És időre megy, vagy pontra? 2x10 perces a félidő, külön pontozással bír, tehát az első félidőben nyersz, attól függetlenül lenullázódik, és mondjuk ha a másodikban én nyerek, akkor szétlövéssel döntik el a végkimetel. És még az jutott eszembe, hogy ugye mezítláb játszátok homokban, mekkora a sérülés veszély? Tehát, hogy mondjuk egy ilyen tétmeccsen, mint mondjuk az EB, mennyire veszik komolyan a játékosok, vagy azért tudják, hogy mondjuk van teremkarrier is, és vigyáztok egymásra? Hát azért itt nincs kontakt, tehát azért annyira nem gondolnám veszélyesnek ezen kívül. Például számomra rehabilitációként is jó célra szolgál a homok, megerősít, és nem gondolnám veszélyesebbnek, mint a terem kézilabdát. Most pedig nincs más hátra, mint tesztelni Gréti képességeit a strandpályán.
Nos, mi nem állítottuk túl nagy kihívás elé tehetségünket. Hamarosan viszont a nemzetközi mezőnyben bizonyíthat ismét, hiszen elkezdődik a teremszezon, a strandválogatott pedig kvalifikálta magát az ifjúsági olimpiára, így az ősszel ott is szurkolhatunk Grétinek. Sok sikert kívánunk!